Március 11-én pénteken rendhagyó módon a Jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola auláját flashmob alkalmával megtöltötték a piros-fehér-zöld színű pólós diákok. Talpra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, választhatok. Az újszerű megemlékezést az iskola mindhárom épületében megtartották. Ezt követően azonban a hagyományjá vált koszorúzás sem maradt el. Március 15-én délután a szabadságharc emlékére állított táblánál tették tiszteletüket a város polgárai. A Barta testvérek által megszólaltatott nemzetőr dal és a közösen elénekelt himnusz nyitotta a városnapi rendezvényt. Görbe Zsolt Dominik Petőfi Sándor naplójából egy 1848. március 17-én írt részletet mondott el, amit a polgármester köszöntője követett. A beszédben hangsúlyt kapott az ukrán háború és ezzel párhuzamba hozható történelmi események. Együttérzésünket kell, hogy nyilvánítsuk az ukrán néppel, mert hogyha megnézzük 1848-as történéseket, akkor is a végül a pontot a cári Oroszország hadserege tette föl a forradalomra, a szabadságharcra. És ha végignézzük a történelmünket, ugyanígy a Szovjetunió verte le az 1956-os forradalmat. Most Ukrajnába támad, Ukrajnára támad Oroszország, Európa csendőrét játszva. A civil szervezetek, pártok és az oktatási intézmények képviselői két év kihagyás után újra együtt tudtak megemlékezni, és helyezték koszorúikat a városháza falára. A koszorúzást az idén is megrendezett ünnepi beszédíró pályázat nyertese Jakus Fanni Anna gondolataival vezette fel. Idén, 2022. március 15-én ismét elérkeztünk ahhoz a naphoz, amikor emléket állítunk a márciusi ifjak tetteinek és önfeláldozó küzdelmének. Dalokat éneklünk, beszédet mondunk, és koszorút helyezünk az emléktáblákhoz, ezzel köszönve meg a 174 évvel ezelőtti jelentős társadalmi előrelépést. Azonban szívünkben is ugyanolyan értéket képviselnek a hőstettek, amelyeket a ruhánkra tűzött kokárda szimbolizál. Ahhoz, hogy megérthessük, mi is az ünnep legfontosabb kulcseleme, tovább kell néznünk a koszorút fölött. A március 15-i ünnepi műsort a Deák Ferenc Gimnázium közgazdasági és informatikai szakgimnázium diákjai vendégművészekkel kiegészített koncerttel folytatták a Petőfi Művelődési Ház nagytermében. Gábor Áron, a gimnazisták és a vendégművészek Bokor Ria, Jenei Gábor és Vanya Róbert énekeit Báder Ernő cigány zenekara és a GMB zenekar kísérte a megemlékezésen. Végezetül a gimnázium tanulói munkáiból összeállított a Mi Univerzumunk kiállítást tekinthették meg a jelenlévők. Gulyás Éva, a rajzszakkör vezetője, a fiatalok munkáit látva elmondta, a diákok képeit nézve rájött, bár sokat változott a világ, változtak a témák és új generációk születtek, nincs igazán különbség a rajzok között. Ő is így rajzolt fiatalként. A paravánra, ezt igazolva felkerültek a tanárnő 1975-ben készített rajzai is. Március 15-én sötétedés után a Művelődési Ház nemzeti színű díszkivilágítással tisztelgett a nemzet hősei előtt.